Sziasztok! Ez itt a Suli TV mai adása. Köszöntjük kedves nézőinket! Április 11-én volt a költészet napja. A híreket így ma mindenki rémbeszedve kapja. A sok szép eredménytől Feri bácsinak is jó a kedve, büszkeségtől dagad minden angol tanár keble. Az őre kívánkozik Német Lila eredménye, ismeri már jól a nevét, aki a műsorokat nézte. Az országos versenyen lett ezúttal 8., nyílt titok, hogy jól tanul és Ildi néni jól tanít. Körösisek, VMG-sek jártak nálunk szerdán, hogy összemérjék erejüket a városi hétpróbán. Az első helyezést kiszerezte, mond. Ki más? Versenyünkben a legjobb a Széchenyi, nem Vitás. Ennyi lótás futás árán Nagy Máté Nórától és Szabadföldi Leontól az aranyat nem irigylem, Krauszági harmadik lett, s a vándorserleg is így csillog a vitrínben. Körzeti versenyről is elhoztunk sok szép álmát, valóra váltva ezzel Edina néni, Ildi néni, Anikó néni legszebb álmát. Második lent Koronczi Szabina, nem csoda, hisz tesztjében kevés volt a hiba. Orbán Nonó harmadik lett, úgy, mint Darvas Fruzsina. Követte őt negyedikként Dobrádi Dorina. Közlekedés verseny bronzérmese Zakariás István. Pest megyében lett harmadik, nem holmi top listán. Nem ismered a táblákat? Vagy talán a bringád rossz? Ne habozz, kedves barátom! Fordulj bátran Istvánhoz! Mesemondó versenyen járt nemrég Morgos Árpi, neki csak az első hely jó, nem felel meg bárni. Második lett Tic Márton, szintén nem a versenyen. Van ott ezüstérem is, ahol az arany megterem. Nagyváradra utazott egy küldöttség a héten, tanácskodni, barátkozni, szép egyetértésben. Aláírni szerződést és látogatni iskolát, megnézni Kolozsvár csodáit és tanulni a botanikát. Thank you.
Április 22-e mindig a földnapja, papírt gyűjtöttünk, úgy döntöttünk, ajándékba tőlünk most ezt kapja. Két programra szeretném felhívni a figyelmeteket. Ezek közül az első, az Ért Körbe kerékpáros nap. Nagyon közeledik az ideje, hiszen 26-án kerül sorra a megszokott helyen, az Érd és Top Shop parkolójából 8 és 10 óra között a gyülekező, és 10 órától indul a különböző távokon, ez az Érden már nagyon népszerű futás. Szeretnék bátorítani mindenkit, családot, iskolai szervezésben is, hogy vegyen részt ezen a nagyszerű érdi hagyományos rendezvényen. A második az nem annyira közismert, úgy hívják, hogy világharmónia futás. Valamikor 1987-ben Ausztráliában találták ki, és azóta elterjedt a világon, gyakorlatilag körbe lehet futni a világot. Természetesen nem úgy, hogy egy valaki, hanem a úti cél országokban lehet csatlakozni. És most nagy szerencsénkre Budapestről induló világharmónia futás keresztül megy Érden is. Úgy gondoltam, hogy az iskola legjobb futóiból álló kis csapat csatlakozhat ezen fáklyás futáshoz, és részese lehet ennek az eseménynek, amely gyakorlatilag a világ nemzeteinek, világ népeinek az egységét, közöttük levő békét óhajtja jelképezni. Ez volt a Suli TV mai adása. Sziasztok!